Szeretettel köszöntöm nézőnket, itt vagyunk Berekfürdőben, hiszen Berekfürdő egy nagyon szép ünnepséget tartott a mai napon. Dr. Hajdú Lajos polgármesterrel beszélgetünk. Az elmúlt 20 évet zárta le jelképesen most az előbb egy ünnepi önkormányzati üléssel. Hogyan is értékeli a falu jelenét, hiszen a jövőjéről is sokat beszél, de most a jelenét szeretnénk kérdezni. Jelenét bizakodóan látom, hisz pénzügyileg, gazdaságilag stabilizálódott a helyzetünk, és ezért ez jó jel az elkövetkező évekre is, bár az elkövetkező években vannak bizonytalanságok, amelyek nem biztos, hogy tőlünk függnek. Igen, itt a közigazgatási dolgokról és az iskoláról beszélt a jelenlévőknek, viszont a munkahelyteremtésről is szólt, ami azt hiszem, hogy egy példaértékű, hogy 15 embernek tudnak munkahelyet adni a kertészetben, és úgy tudom, hogy ezt szeretnék folytatni is. Igen, azt feltétlenül szeretnénk folytatni, és egy kicsit bővítve. Úgy érzem, hogy az első év egy sikeres év volt. Egyrészt a munkahelyek teremtésében, igaz, hogy az a fizetés, amit ott kapnak, az enyhén szólva kevés, de reméljük, hogy a következő években már úgy fog tudni működni a kertészet, hogy pozitív mérleggel zár, és abban az esetben nekik is több fog jutni, és úgy gondolom, hogy ez egy komoly jövője lehet Berekfürdőn, egy virág, egy zöldségkertészetnek, hisz a vendégek és az idegenforgalom nagy felvevő piaca tud lenni ezeknek a termékeknek, mint hogy ez ebbe az évben ki is derült, hogy az. Úgyhogy készülünk erre a pályázatra, a közmunkára, ezt a bővítésére jövőre már 23, később meg egy 25 fő körüli dolgozók tud foglalkoztatni szerintünk ez. Ezen kívül pedig a jövőt illetően elkészült a fürdőfejlesztésének a pályázata, gyakorlatilag beadás előtt áll, ami egy 1,5 milliárdos összességében, tehát ez egy körülbelül 200-250 millió olyan erőt tételez fel, amit úgy gondoljuk, hogy egy kevés hitellel kiegészítve meg tudjuk oldani. Azt hiszem, hogy azért is pozitív dolog ez, hiszen elmondta, hogy 5 év után végre nem mínuszban van az önkormányzat számlája, tehát az idegenforgalomra hosszú távon tud építeni a település. Igen, 2007. szeptemberében kezdődött utoljára pozitív számmal az önkormányzat folyószámlája. Hát nyilván ez most pozitív lett, de hát a tél az egy picit nem fogja hozni azt a forgalmat, amivel ezt tartósan ott is lehet tartani, de jövő tavasztól ez azt jelenti, hogy azért nagyon kevés, illetve jövőre ez már biztos, hogy pozitív oldalra fog fordulni. Úgyhogy a Berekvíz Kft. Meg a fürdő az pedig szintén jó évet zárt, ő pedig kifejezetten jól áll ebből a szempontból. Úgyhogy így bizakodva nézünk így a jövőnek. Azt hiszem, hogy ehhez csak azt kívánjuk, hogy így legyen, viszont nagyon szép díjakat is átadtak, díszpolgári címeket, Tőkés Sándor díjakat, és azoknak is megköszönték az elmúlt 20 év vagy 10 év munkáját, akik sokat tettek a településért, Berekfürdő érmet kaptak. Képviselőtestület gondolom ebben egyhangúak határozott. Hát zárt ülés volt, és így akár egyhangú, akár nem fogom mondani, hogy határozott, de természetes, hogy tehát ezek a díjazottak. Hát itt külön öröm számunkra, hogy két olyan díszpolgári címet tudtunk átadni, ahol talán igazából a szeretetünket tudtuk kifejezni a Varga Mihály országgyűlési képviselőnknek és Jókai Annának, akik úgy gondolom, hogy nem berekiként, illetve tehát országgyűlési képviselőnk félig Berekinek, hisz ő még ő szülővárosának tekintette Berekfürdőt is hozzátartozóan, úgyhogy de ők a szeretetünket, és nagyon örültünk, hogy elfogadták mind a ketten ezt a díjat, és még dr. Kenyeres Imre kapta meg, aki ugye hosszú éveken keresztül a közéletben részt vett, sőt 1994 és 98 közpolgármestere volt Berekfürdőnek. Én azt hiszem, hogy
következő 20 évre is nagyon sok sikert kívánhatnánk, hogyha itt az előbb elmondott közigazgatási reformok nem érintenék a település jövőjét, de én azért azt kívánom ismerve, hogy mindig optimista volt, hogy sikerüljön egy picit ebből is úgy jól kijönni a településnek. Hát igyekszünk olyan döntéseket hozni, hogy ebből is, hogy jól jöjjön ki ebből a település. Bízom benne, hogy van ilyen út. Köszönjük szépen, és jó munkát kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Merekföldért emlékérmet kapott Ruzicska Ferenc, vagy ahogy inkább sokan ismerik itt a településen is, hiszen helytörténeti munkájai Elek György néven ismerhetjük őt, és Merekföldért emlékérmet kapott, gratulálunk ehhez! És mit is jelent önnek Berekiként ez a kitüntetés, hiszen ön Bereki kötődésű? Nagyon sokat és nagyon köszönöm is a településnek, az olvasóimnak, a Bereki olvasóknak és a képviselőtestületnek, akik ezt a hivatalos érmet, vagy ezt az oklevelet nekem adományozták, de a másik része van egy olyan, ugye egy nem hivatalos elismerés, hogy a könyvek elfogytak, tehát a téma is olyan, hogy az olvasókat inspirálja, meg hát örüljünk neki, hogy így van. Hát mielőtt, tehát úgy értem ki, hogy már nem jutottam el az ezelőtt lévő istentiszteletre, és hát mondjuk oda nem illik késő menni, úgyhogy szokás szerint a régi utcánkba én itt nőttem fel. 63-tól kb. 85-ig laktunk itt. Oda sétáltam be, és ahogy mentem, még minden háznál fel tudtam idézni magamba, hogy kik laktak benne. Tehát ez egy egész hosszú utca, úgy végig szépen felsoroltam, és amikor végigre értem, akkor mondtam, hogy nem megérdemlem a díjat, mert még emlékszem mindenre, tehát az ember Bereki. Most a mi nemzedékünk, tehát amikor mi ide költöztünk 63-ba, akkor kezd a település szárba szökkenni. Akkor épül Berekfürdő. Tehát Bereki gyerek nem születik. Itt készen kapott minden gyerkőcöt a település, szó szerint. Tehát a Jászkun nótából, hogy Jászkunságon születtem, kiskoromtól, nagykorom még benne fölnevelődtem, ránk csak az vonatkozik, hogy benne fölnevelődtem. Tehát itt nőttünk fel, itt lettünk berekiekké, és nagyon jó Karcagon rakni, de a legjobb Berekfürdőn, és én Bereki vagyok. Szóval ez soha nem is volt kérdés, de gondolom, hogy nem is probléma Karcagon sem. Mert Karcagi ugyanennyire vagyok, hát lévén a település azért valamikor, két település azért valamikor egy volt. Hát én akkor azt kívánom, hogy ez a monográfia folytatódjon, hiszen elhangzott, hogy az első kötet már megjelent, és azt, hogy továbbra is örökítse meg Berekiként is Berekfürdőnek a jövőjét, hiszen a múltját azért már igazán rendesen megkutatta, meg egy részét át is élte itt. Én ehhez jó munkát kívánok önnek. Hát köszönöm szépen, reméljük, hogy lesz. Egyébként családunk már 60-as évek óta benne van Berekfürdőről készült irodalmi művekben, és Benedek Istvánnak van egy írás, az a cím, hogy Meleg víz. És itt a író, a professzor azokat az eseményeket taglalja fel, ami neki olyan jól estek, mennyire megbíztak benne az embereket. Na, abban szerepel Erzsike, az zöldségboltos, aki odaadta nekik hitelbe a dinnyét, mert nem vittek maguk a pénzt. Na, ő anyukám. Tehát, hogy mondjam, a mi családunk és a Bereki helytöltött kapcsolata tulajdonképpen régre visszavezethető, még születésem után nem fogunk sokkal, tehát reménykedjünk, hogy majd ez a jó kapcsolat halálomig eltart. És hát akkor a monográfia, amit ön nagyon kedvesen kívánt, illő minél hosszabb időintervallumban befejezést nyerhet általam, és folytathatja majd utána jövő nemzedékből valaki. Hát akkor még évtizedekre jó munkát kívánunk önnek, és köszönjük szépen, még egyszer gratulálunk a díjhoz. Köszönöm szépen. Díszpolgári címet kapott Valga Mihály országgyűlési képviselő úr is. Polgármester úr hangsúlyozta, hogy az országgyűlési képviselői minőségében, hiszen nagyon sokat tett a településért. Ön mégis azt mondta, hogy úgy érzi, hogy beleküldött önért többet, mint ön a községért. Hogyan is értette ezt pontosan? Hát annak, aki ezen a tájon nőtt föl, én mondjuk Karcagon, annak Berekfürdő az mindig is szerves része volt az életének. Gyerekkorunkban azt az élményt, hogy kijövünk a Berekbe fürödni, megmártózni, megeszünk egy jó adag sült halat, vagy megeszünk egy fagyit, vagy látjuk a buszablakából, vagy a kocsiablakából, hogy ebben a régi vasbeton vájúban még hogyan fürdenek, meg hogyan áztatnak emberek, hát ez egy csodálatos élmény volt. Én annak idején egyszer gimnazista koromban még ki is sétáltam gyalog a hugommal Berekfürdőbe, és annyira ihletett volt az ember, hogy
úgy gondolt, hogy ezt többször is hajlandó lenne megtenni. Tehát Berekfürdő az mindig is része volt ennek a vidéknek, az itt élő emberek életének. Én ezt így értettem, és Berekfürdő az ebből a szempontból nem kell, hogy még valami plusz is adjon az embernek ahhoz, hogy egyébként szeretettel forduljunk feléje. És hát gondolom azért azóta is csak van ideje megfordulni a strandon, látta az itteni fejlődéseket, és képviselőként is fordultak önhöz többször segítségért. Ez egy másik része most már a történetnek, hogy 1990 óta vagyok parlamenti képviselő, és végigkísértem a település életét, nagyon sok olyan pályázat volt, nagyon sok olyan közös fejlesztéseimben én is részt tudtam venni a magam szerény eszközeivel, és talán a polgármester úr és a testület ezt is kívánta megköszönni, hogy azok a beruházások, amelyek létrejöttek Berekfürdőn, nyilván összekötődnek az én munkámmal is. Jó leső érzés, mert ahogy szokták mondani, az ember sem lehet proféta a saját hazájában. Én a múltkoriban épp egy barátomnak mondtam, hogy református presbiter létemre a katolikus egyháztól kaptam egy kitüntetést, azért, hogy az egri érsekség területén a katolikus templomoknak a megújulását segítettem. Hát most egy kicsit megint így érzem magam, hogy most Karcaiként Berekfürdőtől kapok egy ilyen elismerést, de mindenképpen megtisztelő és jól esik. Jó egészséget kívánunk önnek, és azt, hogy a következő 20 évben is segítse azért Berekfürdőt és a környéket, csak akkor már egy kicsit más minőségében. Én nagyon remélem, hogy így lesz. Köszönöm szépen.